Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Előjáróban kérem, engedjék meg, hogy cégünkről két mondatot hadd szóljak. Mi az Abszolvónál elsősorban cégtulajdonosok, illetve adott esetben menedzsment számára nyújtunk segítséget cégeladáshoz, illetve tőkebevonási projektek során. Nagyon örülök annak a lehetőségnek ma, hogy beszélhetek itt a cégérték maximalizálásáról, hogyan tudunk minél magasabb vételárat elérni, illetve hogyan tudjuk azokat az aknamezőket kikerülni, amik jellemzőek egy-egy cég értékesítése során. A problémát az jelentette számomra, hogy 20 percben hogyan lehet egy ennyire komplex témakört bezsúfolni, mik azok a főbb mozzanatok, amiket mindenképpen szeretnék ma megemlíteni. A megoldás végül az lett, hogyha szeretnénk egyetlen egy tulajdonságot egy cégértékesítés során, egyetlen egy mozzanatot kiemelni, hogy mi az, ami a leginkább segítheti a cégérték maximalizálását, illetve segíthet elkerülni a buktatókat, akkor az a strukturált, jól szervezett folyamat lenne. Megvan ennek a cégértékesítésnek egy maga sajátos táncrendje, iparági gyakorlata, amit hogyha követünk, akkor nagyon nagy eséllyel növeljük azt, hogy sikeresen eladjuk majd a végén a cégünket, illetve hogy azt minél kedvezőbb vételár mellett tudjuk megtenni. Hogyan is néz ki maga ez a folyamat? Erről hamarosan szólni fogok, de előtte szeretnék egy-két olyan gyakorlati meglepő tapasztalatot vagy tévhitet említeni, amellyel mi találkozunk rendszeresen a tulajdonosokkal folytatott beszélgetések során. Hallhattuk a korábbi előadások során is, hogy a cégértékesítésre nem lehet kellő időben elkezdeni felkészülni. Nagyon ideális az az eset, amikor minket azzal keresnek meg, hogy szeretnék értékesíteni a cégüket, a tulajdonosok, de nem sürgős ez, van még hátra addig legalább 2-3-4 év, viszont segítsünk abba, hogy megnézzük, hogyan lehet addig is növelni a cégértéket, addig is mire kell fókuszálni, hogy a lehető legszebben legyen felöltöztetve majd a mennyasszony, amikor a tranzakció ténylegesen elindul. Hogyha nem áll rendelkezésünkre ennyi idő, akkor sem szabad alulbecsülni azt az időt és energiát, amit a felkészülésbe be kell tenni, majd látni fogjuk később, hogy ez jó eséllyel azért legalább egy 6 hónapos időszakot felölel. És mindenutána minden cégértékesítés valahol egy sales folyamat is, ezért nagyon lényeges az úgynevezett equity story-t időben felépítenünk. Mit értünk equity story alatt? Equity story-nak hívjuk azt a tulajdonságot, vagy azokat az erősségeket, ami miatt majd a potenciális vevőjelöltek meglátják a fantáziát a cégben, ami megmagyarázza nekik, hogy mik azok a szinergia lehetőségek egy adott termelő vagy szolgáltató vállalat esetén, ami miatt akár a fair piaci értékelés fölötti árat is érdemes lehet megadni azért. Következő lényeges mozzanat, lényeges tévhit, amivel általában találkozni szoktunk, az az, hogy megkeresnek bennünket cégtulajdonosok, és mondják, hogy mi, hogyha tanácsadók vagyunk, akkor biztosan van valamilyen befektetői listánk, ami alapján dolgozunk. Van egy összeállított bemutatóanyag az adott cégről, azt kiküldjük erről a polcról leemelt listára, és várjuk, hogy melyik befektető fog majd érdeklődni a cégünk iránt. Én nagyon szeretném azt hinni, azt gondolni, hogy nincsen olyan tanácsadó, aki ilyen polcról leemelt listával dolgozna. Hogyha a lehető legszebben összeállított bemutató anyagunk is van, akkor is az semmit nem fog érni, hogyha nem veszük figyelembe a cégnek az egyedi sajátosságait, erősségeit. Ezeket fel kell mérni, és ezek tudtában kell megkeresni azokat a potenciális vevőjelölteket, akikről úgy gondoljuk, hogy érdeklődni fognak majd a cégünk iránt. A következő pont az magára az ügyletkötésre vonatkozik, amiről szeretnék előzetesen beszélni, ugyanis nagyon sokszor tapasztaljuk azt is, hogy egy-egy cégtulajdonos úgy keres meg bennünket, hogy üljünk le, beszélgessünk, szeretném eladni a cégemet, sőt, már van rá érdeklődő vevőm is, akivel nagyon jól haladunk, de most úgy gondolom, hogy kicsit ki kellene menni a piacra. Teszik ezt két okból, egyrészt kíváncsiak a tulajdonosok érthető módon, hogy másnak mit ér meg a cég, másrészt pedig, hogyha már van egy érdeklődő vevőm, de hozok mellé még versenytársakat, akkor ezzel is abba az irányba tudok hatni, hogy minél magasabbra próbáljuk meg felsrófolni a vételárat. A nagyon meglepő tapasztalás, hogy az esetek 99%-ában ezek az úgynevezett hozott vevőjelöltek nem érnek végig a folyamaton, vagy nem ők fogják a legkedvezőbb vételárat adni. Ugyan erre rímel az a megállapítás is, hogy 2-3 ajánlat is kevésnek bizonyulhat egy folyamat során. Magától értetődő, hogy minél több potenciális vevőjelöltet keresünk meg, annál kényelmesebb helyzetben lesz a tulajdonos, és annál több ajánlat közül tudunk majd válogatni.
hogy néz ki maga a cégértékesítési folyamat? Itt most hirtelen nagyon terhes lett a dia a bullet pointokkal, nem kell megérni, mert nem szeretnénk ezen részletesen végigmenni, tehát az se probléma, hogyha esetleg a hátsó sorból nem is látszik, viszont van egy-két lényeges mozzanat, amit szeretnék kiemelni. Alapjában véve három fázisra bonthatjuk a cégértékesítési folyamatot. Indulunk egy felkészülési fázissal, amelyet szinte magától értetődően követ egy befektetőkeresési folyamat, majd a legkedvezőbb ajánlatot tevő potenciális vevőjelölttel általában egy exkluzív egyeztetés következik, ami magában öleli az átvilágítást, a szerződésnek a draftolását, illetve utána a szerződés sikeres aláírását és a sikeres tranzakciót. Ez az első fázis, amit itt látunk, ez a felkészülésre vonatkozik. Mi az, ami ebből lényeges? Azzal indítjuk a folyamatot, hogy leülünk a cég tulajdonosával, azonosítjuk a versenyerősségeket, a versenytársakat, megvizsgáljuk a piacot, a cégnek összességében a jellemzőit, és ezek alapján összeállítunk kettő rövid bemutató dokumentumot. Kettőt állítunk össze, amiből az egyik az úgynevezett teaser dokumentum, ami általában egy anonim módon mutatja be a céget. Ez azt a célt szolgálja, egy-két oldalas összefoglaló, hogy megkeressük a vevőjelölteket, és ez alapján eldönthessék, hogy első blikre érdekes-e a lehetőség. Amelyik vevőjelölt érdekesnek találja ezt, az egy titoktartási aláírását követően megkaphatja a hosszabb úgynevezett információs memorandum dokumentumot, amiben a cégnek az összes főbb jellemzőit felsoroljuk, és ezt már arra is használhatja a vevőjelölt, hogy ez alapján ki tudja alakítani a kezdeti nem kötelező érvényű ajánlatát. Minek utána itt egy jól kidolgozott információs csomagról beszélünk, ezért ezt jellemzően minden komolyan érdeklődő vevőjelölt megkaphatja, és ez abban is segíti a folyamatot, és abban is hatékonyabbá és gyorsabbá teszi, hogy nem kell egyenként mindenkivel hosszas ismerkedést folytatni, hanem mindenkinek, aki érdeklődött az adott cég iránt, rendelkezésére áll egy összefoglaló anyag. Szintén ebbe a felkészülési fázisban leülünk a cég tulajdonossal, és készítünk egy cégértékelést. Erről majd még a későbbiek folyamán egy kicsit fogunk részletesebben is beszélni. Illetve ide tartozik az a mozzanat is, amit az elején már említettem, összeállítjuk a potenciális vevőjelöltek listáját. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor rátérünk a második fázisra, ahol előre meghatározott táncrend szerint megkérdezzük a kiválasztott befektetőjelölteket, érdekes-e számukra a lehetőség, majd eljutunk oda egy meghatározott időn belül, hogy bekérjük az érdeklődőktől az ajánlatokat. Ezek jellemzően nem kötelező érvényű ajánlatok, arra tökéletesen megfelelnek, hogy megnézzük ki az, aki a legaktívabb érdeklődést mutatja, illetve a legkedvezőbb feltételeket kínálja, és ezzel a vevőjelölttel léphetünk végül a harmadik szakaszba, amikor is rendszerint már exkluzivitást kér a vevőjelölt, tehát egy az egyben csak ő fog beszélgetni a cég tulajdonosával és menedzsmentjével, megtörténik az átvilágítás, és utána sikeres tárgyalásokat követően sor kerülhet magára a tranzakcióra. Mik azok a főbb kérdések, amelyek az egyes folyamatok során előjöhetnek és hatással vannak a vételárra, vagy pedig buktatókat rejthetnek magukban, mire érdemes figyelnünk? Említettem, hogy beszélni fogunk egy kicsit a cégértékelésről. Nagyon fontos azt mondanunk, hogy a cégértékelés az nem lesz egyenlő a tranzakciós vételárral. Rossz nyelvek szerint az Excel sok mindent elbír, illetve minden cég végső soron annyit fog megírni, amennyit megadnak érte. Mégis mi előzetesen a felkészülési szakaszban abban hiszünk, hogy a tulajdonosokkal közösen határozzunk meg egy reális, fair értékelést a cégértékre vonatkozóan. Ez megadja azt a range-et is, azt a sávot, amiben várhatóan, vagy ami körül szóródni fognak majd a vételi ajánlatok. Amiért érdemes egy ilyen cégértékelésben gondolkodni, az az, hogy meg tudjuk vizsgálni az üzleti terv elemzésével, hogy melyek azok a pontok, amik a cégértéket leginkább befolyásolják. Hogyha valamelyik kritikus termékünknek vagy szolgáltatásunknak változik az ára, valamelyik kritikus input elemünknek, költségünknek hirtelen elszáll mondjuk a szintje, akkor ezek hogyan fogják a cégértéket befolyásolni. Ez segíthet abban is, hogy a cégértékből következő potenciális vételára vonatkozóan is meg tudjuk mondani, melyek azok a pontok, amelyek a vételárat leginkább befolyásolni fogják, illetve a vevői oldal milyen kockázatokkal fog majd szembesülni, amikor ugyanezt az elemzést elvégzi. A másik előzetes felkészüléshez kötődő pénzügyi pont az EBITDA korrekciók azonosítása. Ez egy nagyon kritikus elem szokott lenni,
Felszokott merülni a kérdés, hogy miért az EBITDA-t nézzük. Egyszerű megfogalmazásban az EBITDA az a működési eredményünk visszakorrigálva az értékcsökkenéssel, azért ezt a számvételi kategóriát nézzük, mert ez megmutatja a cég eredményességét, profittermelő képességét, függetlenül attól, hogy hogyan van finanszírozva, ami nem fogja annyira foglalkoztatni ezen a ponton a vevőjelöltet sem, illetve hogy milyen eszközállománnyal dolgozik maga a cég. Ezt szorzószámos értékelések során szokták használni, ami körülbelül egy ilyen papírfecni mélységű, de nagyon jó első irányár értékelést ad nekünk. Ezt úgy szokták megtenni, hogy megnézik egy adott iparágban a tranzakciók milyen EBITDA szorzószám mellett történtek meg, ami iparág specifikus szorzószám lesz, sőt időszaktól is függően az elmúlt időszak szorzószámát fogják majd a leginkább használni. Tehát itt nagyon fontos látnunk, hogy ez azért egy fluktuáló szorzószám. Konkrét példával élve, hogyha egy cégnek az EBITDA eredményessége 300 millió forint volt, és az adott iparágban, időszakban 7-szeres EBITDA szorzó volt, akkor 7-szer 300 millió forint, 2,1 milliárd forintos cégérték adódik. Ennyire egyszerű ez a számítás. A nehézséget az szokta jelenteni, hogy az EBITDA-nak itt a könyv szerinti értékét szokták legelőször meglátni a túloldalon a vevőjelöltek is, ugyanakkor a potenciális EBITDA az sokkal magasabb lehet ennél adott esetben. Mondok egy konkrét példát, egy ügyfelünknél kiesett egy időszakra a termelésből az egyik legfontosabb gyártósora, mégpedig azért, mert az ő beszállítója sem tudott szállítani. Ez idő volt, amíg ezt a hibát sikerült orvosolni, de ez azzal is járt, hogy egy negyed évre csökkent az értékesítés, csökkent az EBITDA. Miután ezt megoldották alternatív beszállítókkal, utána már arról is meggyőződtek, hogy ez többet ne fordulhasson elő. Ugyanakkor a másik oldal számára, a vevői oldal számára el kellett azt részletesen magyarázni, hogy ez egy egyszeri tétel volt, nem tükrözi a cég tényleges potenciáját ez a visszaesés, és teszem azt, hogyha ez 100 millió forintos EBITDA csökkenést eredményezett, akkor nagyon fontos azt látni, hogy a vételára gyakorolt hatása az nem 100 millió forint lesz, hanem mondjuk a 7-szeres szorzó miatt 700 millió forintról beszélünk, ami különbség lehet a potenciális vétel és az egyszeri ránézésre megállapított cégérték között. Korábbi előadásban már elhangzott, hogy rendbe kell rakni egyébként is a felkészülés során a könyvelésünket, úgyhogy ezzel nem is szeretnék több időt tölteni, csak megerősíteni tudom azt, hogy a könyvelést, lett legyen szó akár a már lekönyvelt számokról, a könyvelési folyamatokról, van-e havizárás, milyen management accountot vagy évközi kimutatásokat használ a management, milyen mutatószámokat követ, ezt nem lehet eléggé megerősítenem, hogy ezeket mennyire fontos már jó előre előkészíteni, és a vevők is, amikor elkezdik az átvilágítást, ezeket a számokat fogják legelsőnek megkapargálni. De lépjünk túl a felkészülésen, megkezdődik a befektetők megkeresése. Mi szokott ilyenkor lenni az általános tapasztalat, mi a leghatékonyabb módja a vevők felkutatásának? Nyilván dönthetünk úgy, hogy direktben bekopogtatunk a vevőjelöltekhez a már említett teaser dokumentummal, ami alapján eldöntik, hogy érdekes-e számukra a lehetőség, vagy pedig, ami a leggyakoribb szokott lenni szakmai befektetők terén, megnézzük azt is, hogy kik azok, akik már ismerik a céget. Egy cégeladási folyamat az fele-fele arányban alapszik számokon és tényeken, valamint soft tényezőkön. Nagyon fontos, hogy a felek között vagy kiépüljön, vagy akár már meg is legyen a bizalom. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy amikor szakmai befektetőről beszélünk, amikor mondjuk egy versenytárs akar felvásárolni egy másik vállalkozást, és egyébként ezek a szakmai befektetők képesek a legmagasabb vételárat is megfizetni, akkor miután fölmerül a tranzakció gondolata, azt mondja a vevőjelölt, hogy szuper, érdekel bennünket a lehetőség, de előtte nézzük meg, hogy üzletileg mit tudunk egymással kezdeni. Alakítsunk ki egy rövid együttműködési időszakot, legyetek a beszállítóink vagy szolgáltatóink, és akkor nézzük meg majd pár hónap múlva, hogy hol tartunk. Egy ilyen kiépített bizalomból sokkal könnyebb egy tranzakciós partnerségre ráfordulni. Szintén a befektető keresés során merül föl általában a kérdés, milyen információt adjunk át. Mi itt az aknamező, mi itt a buktató, versenytársak számára mindig kritikus, hogy milyen információt mutatunk meg, hiszen hogyha nem ér végig egy versenytárs a folyamaton, akkor kellemetlen lehet az, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy mi mindent megmutattunk a saját életünkből, ugyanakkor nem lett belőle sikeres tranzakció, és utána azzal a tudattal élünk együtt, hogy a versenytársunknál meg ott vannak az összes féltett információink.
Ezt a célt szolgálja a már említett információs memorandum is, ahol jól meghatározott jelleggel körülírható, hogy milyen információkat adunk át, milyen mélységű bepillantást engedünk a cégünk életébe, ami elégséges ahhoz, hogy ők akár vételárat is tudjanak számolni, és tovább tudjanak menni a folyamatba, viszont olyan mélységig még nem megyünk el, ami esetlegesen érzékeny lehet üzleti szempontból. Szintén azt a célt szolgálja egy ilyen információs memorandum, hogy tudjuk vele mutatni a folyamat komolyságát. Aki összeállít egy ilyen 50-60 oldalas prezentációt a saját cégéről, az feltételezhetően kellőképpen komolyan veszi egyrészt az értékesítést, másrészt pedig azt is lehet feltételezni, hogy tényleges versenyhelyzet is van, nem fogunk egy versenytárs kedvéért egy ilyen információs dokumentumot összeállítani, tehát ez is a vételára felfelé ható erőt fog majd jelenteni. Hogyha kiválasztottuk a legkedvezőbb ajánlatot, akkor a harmadik szakaszban eljutunk az átvilágításhoz. Ebben a szakaszban már a vevőjelölt általában exkluzivitást kér, tehát azt kér, hogy csak ő folytasson tranzakciós beszélgetést a tulajdonossal. Teszi ezt azért, mert hogy mind a két oldalon itt már kellő időt és energiát kell arra áldozni, hogy egy sikeres tranzakcióig eljuthassunk. Az átvilágítás az általában szokták mondani, hogy második műszakot jelent a tulajdonos vagy a menedzsment számára még a mindennapi teendőkön túl. Nagyon lényeges az is, hogy azt látni kell, hogy a másik oldal ilyenkor már tanácsadókkal felvértezve jön, hogy megnézze jogi, pénzügyi, adózási, és még hosszan lehetne sorolni, milyen vonatkozásait a cégünknek. Érdemes nekünk jó előre felkészülni erre, és azt követően, hogy rendbe tettük mondjuk a pénzügyeket, az összes többi területen is szétnézni, hogy ne essenek ki csontvázak az átvilágítás során. Egy átvilágítás ideális esetben azt a célt szolgálja, hogy azt a nem kötelező érvényű ajánlatot, amit megtett a kiválasztott vevőjelölt, megerősítse az átvilágítást követően. Itt a csontvázak ne boruljanak ki a szekrényből, azok már ne legyenek kihatással erre a vételárra. És ezt követően sikeresen rá lehessen fordulni a célegyenesre, amikor is megindulhat a szerződések szövegezése és aláírása. Itt még egy pontot szeretnék megemlíteni, mégpedig azt, hogy mi történik a tranzakció zárását követően. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan szeretnének elmenni horgászni, búvárkodni már másnap, hogy aláírták a tranzakciós szerződést, de az a rossz hír, hogy ezzel általában nem lehet számolni. Főleg, hogyha szakmai befektetőről beszélünk, akkor elvárás szokott lenni, hogy a menedzsment még maradjon ott, vagy a tulajdonosi kör, aki nagyon sok esetben Magyarországon egy és ugyanaz, még maradjon ott a tranzakció aláírását követően 1-2-3 évig legalább, és segítse a gördülékeny átállást, a gördülékeny tulajdonosváltást, akár úgy, hogy még ideiglenesen menedzsment székben marad, akár úgy, hogy mondjuk valamilyen kinevezett tanácsadói pozíciót tölt be. Nagyon lényeges azt is egyeztetni, hogy mik az árelvárások, illetve mik a tranzakciós struktúrára vonatkozó elvárások, ugyanis nagyon sokszor a vevői oldal, hogy motiválja a menedzsmentet, azt mondja, hogy ha te még ott maradsz 2-3 évig, akkor a tranzakció aláírásakor már megkaphatod a vételárnak egy szabad szemmel nagyon is jól látható részét, de a maradékot majd csak akkor hajlandóak, vagy akkor leszünk hajlandóak kifizetni, hogyha majd letelik ez a 2-3 éves időszak, és adott esetben te még ott vagy a cégnél, sőt, hogyha a cég hozza is az előre lefektetett pénzügyi számokat. Ez is egy olyan pont szokott lenni, ami miatt nem tudjuk összehasonlítani adott esetben az ajánlatokat, mint almát az almával, hiszen nem csak az egyszerű számokat kell egymás mellé állítani, hanem a tulajdonosoknak azt is mérlegelnie kell, hogy ki milyen feltétellel hajlandó az adott vételárat megfizetni, mennyi extra kívánság merül még fel adott esetben a vevői oldalon. Végezetül egy pár záró gondolatot szeretnék megosztani. 20 perc, vagy akár az egész napos előadás sorozat is kevés lehet ahhoz, hogy részleteiben bemutassunk egy cég eladási folyamatot, de reméljük, hogy azt sikerült érzékeltetni, hogy nagyon könnyű alulbecsülni azt az időt és energiát, amit egy sikeres cégértékesítés megkíván. Időben el kell kezdenünk erre felkészülni, hogyha nem is évekkel, de mindenképpen hónapokkal azt megelőzően, hogy ténylegesen szeretnénk kimenni a piacra, el kell kezdenünk gondolkodni. Minél előbb tesszük ezt meg, nyilván annál nagyobb a mozgástér is,
milyen operatív lépéseket tudunk tenni, hogy szépen fel legyen öltöztetve a mennyasszony a tényleges tranzakció időpontjára. Az egyik legkényelmesebb helyzet az, amikor külföldi nagyvállalat, tőkerős nagyvállalatot tudhatunk a másik oldalon vevőjelöltként. Itt is, ugyebár itt könnyű belelátni egy ilyen vevőjelöltbe a potenciális sikeres befutót, illetve aki majd a legmagasabb vételárat adja meg, de azt látnunk kell, hogy általában ezek az akvizitív vállalatok nagyon tapasztaltak, illetve számos tanácsadót vesznek igénybe egy-egy tranzakcióhoz, tehát ők is elvárják azt, hogy a túloldal is kellőképpen felkészült legyen ahhoz, hogy minél hamarabb le lehessen folytatni egy ilyen akvizíciót. Ami még nagyon lényeges tapasztalás, vagy nagyon érdekes pont az az, hogy sok esetben látjuk, hogy a vállalkozók évek vagy évtizedek áldozatos munkájával felépített céget szeretnének értékesíteni, amire a saját gyermekükként tekintenek. Ennek fényében is nagyon érdemes megfontolni azt, hogy hogyan készülünk föl, kivel készülünk fel egy adott tranzakcióra, hiszen hogyha egy jó struktúrált folyamatot követünk, akkor az jelentősen növelheti a vételárat, akár 40-70%-kal is magasabb vételárat lehet elérni abban az esetben, hogyha erre tudatosan készülünk, illetve hogyha követjük azt a táncrendet, ami az iparági bevett gyakorlat, illetve best practice-nek mondható eljárás. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni a figyelmüket, kívánok mindenkinek sikeres tranzakciót, sikeres cégértékesítést, aki ebben gondolkodik, és az ebédszünet során is, illetve a konferenciát követően örömmel várom a kérdéseket. Köszönöm szépen!